A Nyárádközhegyesi Közbirtokosság 2000 éve alakult meg, és az erdőket 2002. októberében kaptuk vissza. Két évet, amíg a Szovátai Erdészeti Hivatal visszamérte a területeket. Jelenleg az összterület 556 hektár, amiből 500 hektár erdő és 56 hektár legelő. A közbirtokosság az utóbbi években minden évben osztalékot, pénzt osztotta a tagságnak, hektáronként, tehát jogonként körülbelül 1 millió lejt, 100 lejt az új pénzben. Az utóbbi évek megvalósításai, amit elért a közbirtokosság, az a falu kultúrotthona elé egy új székelykaput állítottunk, ami évek óta vágya volt a közhegyesieknek, hogy egy kerítés, bekerítsük a kultúrotthont, egy kerítés és egy szép kapu kerüljön a kultúra elé, hogy megjavítottuk a közvilágítást, új lámpatesteket szereltünk fel, összesen 56 darab lámpatestet tettünk az egész faluban. Következő, ami nagyobb befektetés volt, amit eszközölt a közbirtokosság, az a legelőn építettünk egy erdészházat, amit turisztikai céllal is, és hogy pluszbevételt is tudjunk csinálni, nem csak az erdőből bejött pénzre legyünk szorítkozva. Így gondoltuk, hogy megépítünk egy házat, amit majd idővel turisztikai célokra fogunk felhasználni. Üdültetés, erdeiskola, ilyen célra gondoltuk majd, hogy felhasználjuk majd a közeljövőbe. Még kis házikokot szeretnénk, egy egész kempinget kialakítani idővel, majd ha az anyagiak is engedik. A közbirtokosság az első időszakban az állami erdészethez tartozott, de így társulva a Remetei, a Köhéri, a Kükülömenti falvakkal, megalakítottunk egy magán erdészetet Magfalva központtal. Nagyon jól működik, munkaterv szerint haladnak a munkálatok. Az erdészeik komolyan dolgoznak, mindenki odaadással és szakmai tudásának javával próbálja az erdélyeket megőrizni, gazdálkodni velük. Mellékgazdaságként nekifogtunk a 2007-es évben megépíteni egy fóliaházat, ahol csemetéket akarunk majd előállítani az erdő kivágások pótlására. A tavalyi évben már ültettünk egy 35 ezer csemeti kispalántát, pikéroztunk ki, úgyhogy 2009-ben lehet majd kiültetni az erdőbe. Az idéntől, 2008-tól a fóliasátorba fogunk már magukat keltetni, és az előnevelést is mi fogjuk megoldani, ha a Jóisten is megsegít.